Én olyan különleges helyzetben vagyok, hogy én nagyon szeretem a focit, és én már nagyon vártam, hogy elkezdődjön az Európa-bajnokság, úgyhogy én együtt nézem a barátommal a meccseket, aki annyira nem rajong a fociért. Tehát de ez fordított a helyzet. Pont fordított a helyzet, de a baráti társaságomban rengeteg olyan lány van, aki nem annyira kedveli a focit, sőt kifejezetten utálja. Nekik mindig azt tanácsolom, hogy hagyják békén a barátjukat, férjüket, párjukat, hagyj nézzék a meccset, ők pedig találjanak ki maguknak valami más nőies programot. Dóri, nálatok? Nálunk fordítva a klasszikus helyzet van, hogy a párom szereti, én pedig nem annyira, de szerintem nem kell kétségbe esni, tehát egy csodálatos női programot lehet szervezni ezekre az estékre, amikor elmegyünk a barátnőkkel, és megiszunk valahol egy koktélt, vagy összeülünk és beszélgetünk. Tehát, vagy akár az is lehet, hogy a barátok a barátnőkkel átjönnek, és amíg a fiúk nézik a meccset esetleg, addig a lányok pedig. Igen, csak érdekes ennek a pszichológiája, mert tapasztalataim szerint, és akkor majd vagy megcáfoltok, vagy nem, a férfiakat kifejezetten idegesíti a női jelenlét a foci meccs nézése közben. Ez vajon miért alakulhatott ki? Hát megszólítva érzem magam, tehát én azt hiszem, hogy noha ez egy férfiasnak tűnő dolog, és itt örömmel hallom, hogy azért vannak nők is, akiket érdekes. Egyébként egy jó meccsre én is leülök, bár nekem a férjem sem, meg én sem vagyok nagy foci rajongó, úgyhogy nálunk ez nem probléma, de tényleg valóban itt ez a férfiak együtt nézik a meccset című dolog, ez egy külön olyan feelingje ezeknek az estéknek, amit mi nők lehet, hogy nem is tudunk megérteni, mert az összetartozás a csapatban, együtt szurkolás, az erőfitoktatás, tehát ebben sok minden benne van, amit egyébként társadalmi szinten a férfiak más területen is űznek, a politikától kezdve ugye sorolhatnám, tehát ez egy külön lehetőség arra, hogy ezt megéljék együtt, és szerintem az okos nők ezt hagyják is, tehát ez egy nagyon jó dolog, hogyha ilyenkor engedjük azt, hogy ezeket a dolgokat ők magukban egymás között megéljék.